A téli szünetben minden iskolát és óvodát ki kell takarítani. Ahol szükséges, a munkába a honvédséget is bevonják. A köznevelési intézmények januárban is megkapják a fertőtlenítőszert, amelyből erre a célra havonta 300 ezer liter áll rendelkezésre. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban egy hét digitális munkarend után január 11-én folytatódik a jelenléti oktatás a téli szünet után. A testhőmérséklet mérések maradnak, a pedagógusok, iskolai dolgozók, valamint a szünetben hazautazó, majd külhonból visszatérő kollégisták január 2-án, 3-án az országos mentőszolgálat tesztelési pontjain önkéntes és térítésmentes koronavírus tesztelésen vehetnek részt. Pozitív teszteredmények esetén adott helyeken időkben meghozhatók a szükséges intézkedések. A pedagógusoknak az elmúlt hetekben végzett csoportos tesztelésével összefüggésben emlékeztetett arra, hogy bár a részvételi arány kisebb volt a vártnál, az eredménynek örülnek, mert mintegy 2%-os fertőzöttséget mértek, és ennek megfelelően sok intézményben tudtak sikeres védekezést támogató intézkedéseket hozni. A szünetben is kiemelt fontos a járvánnyal összefüggésben hozott szabályok betartása. A fokozott fertőzés veszéllyel járó helyzetek kerülése. Jelenleg rendkívüli szünet egy-egy csoportot érintő 147 óvodában, vagyis az intézmények kevesebb mint 5%-ában. Az egész intézményt érintően pedig 79 óvodában és 42 általános iskolában van. Az operatív törzs 393 általános iskolában egy-egy osztályra, 31 általános iskolában az egész intézményre rendelte el digitális tanrendet. Előbbi az intézmények 15, utóbbi az 1%-át teszi ki. Magyarországi köznevelési 13.075 feladatellátási helyen működik, ebből 10.942 helyen vannak tanulók, az elmúlt 3,5 hónapban a feladatellátási helyek 37%-ánál 4.999 helyen volt szükség a járvánnyal összefüggő tanügyi intézkedésre. Ez azt bizonyítja, hogy a védekezés alapvetően sikeres, jelentették ki.